Már 19 éve folyamatosan jegyzem a macskák vokális kommunikációját, a kutyák vokális kommunikációját 6 éve jegyzem. Megfigyeléseim során és alapján általános tényekre is tudtam következtetni. 1. Minden állatfaj egyedei egymással kommunikálnak, testbeszéddel, vokalizálással, beszéddel és szugerálással. A vokalizálás hangos, a fajtársaknak és a konkurens fajoknak is szól. Ez jeladás. A beszéd csak a fajtársaknak szól, csak a fajtársaknak kell és szabad érteni. Beszédüket a fajok titkolják. Erős tabu gátolják az állatokat nyelvük bemutatásában. 2. A fajok közül az volt a sikeresebb, amelyik beszédét kevésbé értette az ellenséges konkurens faj. Ez alapján működő kiválasztódási rendszernek a hatására nagyon változatos hangformálási technikák, beszédrendszerek, beszédsebességek alakultak ki. 3. Az ember nem tanulta meg az állatok nyelvét, mert az állatok az embertől is, mint konkurens fajtól, titkolták, és most is titkolják beszédüket. 4. Az ember hallása sokkal rosszabb az állatok hallásánál, és kevésbé intelligens is. A macskák és a kutyák megértik, mit mondunk, ha mi emberi hangon ejtjük ki az ő szavukat. Ez valójában nagyon nagy torzítás, de őket nem zavarja. Az emberi hallás kevésbé intelligens, azt jelenti, az ember nehezebben ismeri fel a hangot, ha torzítva van. 5. Az ember figyelme is lassabb az állatok figyelménél. Ezért nehezen érti meg a kutyákat, akik gyorsabban beszélő állatok. Az embernek a gyorsabban beszélő állatok szavai összemosódott morgásnak tűnnek. Azt, hogy én kezdtem megérteni a macskák beszédét, több tényező szerencsés egybeesésének köszönhető. Az egyik az, hogy a nyáci cicám engem nem tekintett ellenségnek, akit csak ki kell használni élelemszerzésre, hanem barátnak, akivel meg akarta értetni magát. Valószínűleg ezért nála nem működött a nyelv titkolási tabu. Azoknál a cicáknál is megtört a tabu, akikhez pici koruktól macska szavakkal szóltam. A másik szerencse, magyar vagyok, és a magyar beszédben használok minden hangot, amit a macskák is használnak. És ezeknek a hangoknak a magyar ABC-vel megvan az írásjele is. A harmadik szerencsés helyzet az én figyelmem, percepcióm valószínűleg születésemtől kicsivel gyorsabb. De az is lehet, hogy a képzőművészeti tevékenységem fokozta percepcióm sebességét. A macskák kicsivel gyorsabban beszélnek, mint az ember, de nálam ez még belefér a percepcióm sebességébe. Tudtam követni a macskák hangját, és ha központi hallással hallottam a hangot, gondolatban vissza tudtam idézni. Azok a cicáim, akikhez pici koruktól kezdve az ő nyelvükön beszélek, most lassabban és hangosabban beszélnek hozzám, mint régen, és mint ahogy a többi cicához beszélnek. Alkalmazkodtak az én gyenge, lassú hallásomhoz. Az interneten, YouTube-on sok videó van, amelyiken macskák nyávognak. Minden videón, függetlenül amerikaiaktól, ázsiaktól vagy európaiaktól származik, hallhatók a leggyakoribb cica szavak. Au, jé, má, ea, mau, mely. Ebből arra következtettem, az egész világon most élő macskák az elmúlt néhány évszázadban, esetleg évezredben terjedtek el.
a több millió éve egymás mellett élő, létező, őshonos konkurens fajok, alfajok, csoportok nyelvei többé-kevésbé eltérőek. Az emberi nemzetek lévén egymással konkurensek, a történelem során élet-halál harcot vívtak. Nyelven is eltávolodtak egymástól a teljes megérthetetlenségig. Ezzel magyarázható, hogy ilyen sok emberi nyelv és tájszólás létezik. Egy nemzetségen belül is a törzsek között van kisebb-nagyobb nyelvbeli különbség. Ez a különbség lehetővé tette, teszi ma is, az idegen felismerését, kiszűrését. Szerintem a faj nyelvének gazdagsága függ a faj fejlettségi fokától, társadalmi élete összetettségétől, szervezettségétől, az egyedek élettartalmától és a konkurens fajok kényszerítő hatásától. El tudom képzelni az elefántoknak, akik hosszú életűek, csordában él együtt több generáció, akiknek csodálatosan jó a hallása, és tudottan nagyon jó a memóriája, milyen összetett nyelve lehet. Meg vagyok győződve, az elefántoknak van népköltészete, és vannak népmeséi is. Eddigi tapasztalataim alapján a következő hipotézist tartom valószínűnek. 1. Minden állatfaj, minden érzékszerve igénybevételével minden lehetőséget megragad a kommunikálásra. 2. Az állatok azóta kommunikálnak vokalizálással és beszéddel, amióta levegőt lélegeznek ki be. A levegő kibe lélegzése hangok létrehozását tette lehetővé, és az állatok ezt azóta használják is. 3. A vokalizálás jeladásra szolgál, a konkurens fajoknak és a fajtársaknak is szól. Ugyanaz a hang a konkurens faj egyedeinek és a fajtárs egyedeinek jelenthet ugyanazt, de jelenthet különbözőt is. A fejlettebb vokalizálási rendszerrel rendelkező fajok sikeresebbek voltak, szervezettebben tudtak védekezni és támadni is. Vokalizálás példa, kutya hangos ugatása, vonyítása, tehenek hangos bőgése, lovak hangos nyerítése. 4. Beszédüket a fajok titkolták és ma is titkolják. A beszédet csak a fajtársaknak kell és szabad érteni. Történelem során a konkurens fajok közül az volt a sikeresebb, amelyik beszédét kevésbé értette az ellenséges konkurens faj. Ennek a kiválasztódási rendszernek a hatására nagyon változatos hangformálási technikák, beszédrendszerek, beszédsebességek alakultak ki. Példa a beszédre, kutyák egymás közötti morgással, susmogással, a tehenek nyögdécseléssel, lovak jól kivehető beszéde. 5. Fejlettebb nyelven rendelkező fajok szervezettebb közösségi életet tudtak kialakítani, ezzel növekedett az esélyük a fennmaradásra. Sikeresebbek voltak az evolúció során, fejlettebb nyelvüket átörökítették a tőlük származó fajokra. A nyelv evolúciója az evolúció fontos tényezője volt, és még most is az. 6. A nyelv nem csak a kommunikáció eszköze, hanem az egyedek belső dialógusa, verbális memóriája, verbális gondolkodása eszköze is. Az eredményeimről értesítettem a Magyar Etológiai Tanszéket, a Magyar Etológusok 2015-ös évi konferenciáját és a Magyar Tudományos Akadémiát is. Fenesi Péter 2016-ban.